Minden sportolót fenyegethet dehidratáció, különösen akkor, ha meleg időben sportol. Több befolyásoló tényező van, ugye a nem életkor tekintetében, az életkor előre haladtával a testnek a folyadéktartalma csökken. Ugye ez az egyik, ami így egy szempont lehet, hogy hogyan pótoljuk a folyadékot, illetve ugye nemek közti különbség, a nőknek ugye magasabb a testzsír százaléka, és ebből fakadóan is ugye a víztartalma az alacsonyabb, úgyhogy ezért megint más lesz ugye a folyadék szükséglet, illetve az egyéni berejtékezési ráta, ugye ez is befolyásoló tényező, illetve hogy a hőmérséklet, vagy maga a választott sporták, tehát hogy mondjuk vízisportot választunk, vagy szárazföldi edzést, ugye ez is befolyásoló tényező. Általában ugye a szabadidős sportolók a szomjúságérzetre fókuszálnak, és ennek megfelelően fogják pótolni a folyadékot, és ez nem egy jól megválasztott folyadékpótlási stratégia. Úgyhogy azt szoktuk javasolni, hogy a szomjúságérzetet már ne várják meg a sportolók, mert ez már ugye a dehidratáltságnak egy tünete lehet, és ezzel teljesítményromlást is elő tud idézni. De mellette a dehidratációnak a tünetei a fejfájás, az émengés, akár ájulás, rossz közérzet, ezek mind-mind tünetei lehetnek, illetve ugye a rövid távú memóriavesztés, tehát hogy ez is abszolút ez mérhető. Rengeteg tanulmány szól erről, hogy például ezt is tudja okozni a dehidratáció, illetve többféle dehidratáció létezik, tehát nem feltétlenül csak vizet kell pótolni ugye egy szabadidős sportolónak, hanem akár itt a nátriumnak a hiánya is lehet, és ezt is itt a dehidratációhoz fogjuk sorolni. Tehát lehet, hogy itt mondjuk elektrolitot kell pótolni egy sportoló részére, és nem mondjuk energiamentes, szénsavmentes vizet. Soha ne induljunk úgy el sportolni, hogy nem ittunk előtte, és nincs nálunk folyadék. Mindenféleképpen ígyunk. Természetesen az, hogy mennyi folyadékot fogyasztunk, nagymértékben befolyásolja az íze, tehát az ízpreferencia. Természetesen a legjobb így pótlásként elsősorban, hogyha szabadidős sportolókról beszélünk, és mint nem hajlik át versenyzésben, akkor ugye az energiamentes, szénsavmentes víznek a fogyasztása. De természetesen ahhoz, hogy mondjuk itt főleg majd a nyári melegben a megfelelő folyadék mennyiséget elfogyaszt a sportoló, azért szeretnénk, hogy akkor többféle folyadék típusból is tudjon választani, ugye így lehet esetleg gyümölcslevet, vagy zöldséglevet, tejet, tejterméket nyugodtan fogyasztani. A sport esetében ugye az elektrolitvesztés miatt nagyon fontos lehet, hogy itt a sportitalok is akár szóba jöhetnek, és ezzel is tudjuk ugye az elvesztett szénhidrátot, illetve elektrolitot pótolni. A sportolást megelőzően körülbelül egy olyan 1-2 órával javasolt általános esetben egy 4-6 deciliter folyadékot elfogyasztani, és a sportolás alatt pedig egy 15-30 percenként egy 150 ml, 300 ml folyadékot úgy szintén javasolt pótolni. Ez 50%-ot szoktunk javasolni, hogy annyit töltsünk vissza mindenféleképpen. Ugye ezt úgy lehet mérni nagyon egyszerű módszerrel, hogy előtte lemérjük a testsúlyunkat a terhelés előtt és a terhelést követően, és akkor ennek a 150%-át pótoljuk vissza. Ma már mindenféle applikáció létezik, olyan is, ami figyelmeztet minket arra, hogy inni kell. Hát meg kell tervezni, én azt gondolom, a folyadékpótlást, és mindenképpen tudatosan kell a folyadékot pótolni, tehát nem arra hagyatkozni, hogy akkor a szomjúságérzet az elérkezett. A gyermekek még kevésbé hagyatkoznak arra, hogy akkor most nem is érzi a szomjúságot, és akkor ugye emiatt náluk különösen oda kell figyelni, úgyhogy esetleg mondjuk ez az applikáció kifejezetten jó lehet egy serdülőkorú sportolónak.